Köszöntöm a kedves hallgatókat. Én megint egy ásatási történetet hoznék. Azt hiszem, hogy tavaly, vagy tavaly előtt a Budai Várban már folyamatban lévő, vagy lassan a végéhez közeledő feltárás mutattam be. Ekkor a Budán a Budai Beglerbég a Pasárnak a palotáján folyt, vagy talán még egy kicsit folyni fog az ásatás, ami a kisebb részben a Pasa palotájához, nagyobb részben a körülötte lévő polgári városrészhez, illetve hát annak a középkorához kapcsolódik. Igazából egy nagyon érdekes történet ez mindig. Ezt, igen, tudom. És még igen, ez is működik. Amennyire, aki kevésbé ismerős Budapesten, a Királyi Palota területe, ez itt a dísztér, és erről az épülettömről van szó, ahol a feltárás folyt. Ezen a külső részen viszonylag nagyobb felületen, és ez egy 18. századi kolostorépület, annak már csak nagyon kis felületén folytak feltárások. Maga az említett pasapalota az inkább erre a részre szorítkozik, tehát ezen viszonylag kisebb munkákat végezhettünk. A körülmények azok mindig változatosak. Itt látszik a középkori városfal, és látszik valamennyire, hogy azért ez egy nagyon-nagyon sűrűn beépített terület minden időben. Maga a feltárás az itt is, amilyen kicsit piszkosabb színűnek látszik, azokon a helyeken volt régészeti kutatás, ami hófehér, azon most nem dolgozhatunk. Annyit tennék hozzá, hogy ezeken a részeken viszont Gerő Győző a 60-as években, 50-es, 60-as években kutatott, tehát valamennyi információnk van erről a vidékről. Az is látszik, hogy azért nagy fehér foltjaink vannak még a mai napig. Összesen ez körülbelül egy olyan 3000 négyzetméteres felület. Viszonylag jól ismerjük ezt a területet. Budáról azért nagyon sok és jó használható 17. századi forrásunk van, képi, térképes, írásos, leírásos mindenfélénk. Ez Buda visszafoglalásakor egy francia hadmérnök által készített felmérés, aminek az érdekessége egyrészt nagyon szépen látszanak a városfal egyes elemei, tehát bástyákkal, mindenféle erődített egyéb szakaszokkal, és amit itt lehet látni ilyen kicsit hangyapiszokszerűen, azok számok, és amik látszanak még, hogy valamilyen osztások vannak ezen a térképen. Ezt azért az elmúlt évtizedek során mindenki használja a kutatására, és főként Vég András tevékenysége nyomán kiderült az, hogy maga ez a telekosztás, ez egy nagyon, amit ábrázol ez a kép, ez a térkép nagyon jól használható. Ehhez még az a másik szerencsénk, hogy ehhez egy írásos felmérés is csatlakozik, tehát azt is írják, hogy mekkorák az egyes telkek. Kicsit, ugye ez egy eléggé ostrom által súlyosan érintett városról készült, tehát egy kicsit úgy kell azért kezelnünk, hogy amit látott, azt rajzolta le az úriember. Tehát bizonyos esetekben azért az egyértelmű, hogy amikor ő egy-egy telekosztást behúzott, akkor ott ő valamilyen épületet látott, de valóságban az a telek az azért nagyobb volt a régészeti adatokból, ahogy rekonstruálni tudjuk. Amiről mi, vagy ahol most ez a feltárás volt, ez az a bekeretezett terület, látszik itt is, hogy van valami kódolás. Ezeket szerencsére, hát most nem raktam ide, ez az egész Budai Várhegye táblázója, föloldják ezeket a számokat, tehát betűket innen tudjuk, hogy ez a Budai Pasának a palotája, amit itt ábrázol, és tudunk itt még egy türbéről, amit ábrázolnak, és egy valószínűleg egy kútról. Itt van közelebbről, elnézést megfordítottam, mert utána már így fognak állni az alaprajzok. Látszik itt az erődítés, az előbb a légifotón mutatott városfal, ez az M betű, ami magát a pasapalotát mutatja, és itt látszanak ezek a kicsi telekosztások. A telekosztással én most az ásatási eredmények alapján eljátszottam, tehát nagyon szépen kijött, hogy a középkori telekosztás az, amit itt látunk, és Gerő Győző kutatásai alapján már ismert régészeti adatokból pedig kiderült, hogy ez az a terület, ami viszont a Pasának a palotájához kapcsolható, attól függetlenül, hogy itt 3-4 szám is megjelenik. Amit N betűvel jelölt, az a középkori Szent János templom. Ez a középkorban
a Ferences Kolostor temploma. A Ferences Kolostor itt délebbre helyezkedett el tőle, a mai Sándor Palota köztársasági elnöki palota alatt található. Ezt a templomot a török korban dzsámivá alakítják, már elég korán, majd a visszafoglaló háborúk után elbontják, és a 17. század végén felszentelik az új karmelita templomot, ami a mai napig áll. Ennek szintén egy nagyon sajátos története van. Ez a Q betű pedig egy türbét jelöl, aminek hát mondjuk úgy, hogy a mai napig semmi nyomát nem találtuk meg. És akkor ez egy kicsit erre az előbbi ilyen építészek által légypiszoknyak, vagy nem is tudom, ilyen mákos tésztának és más egyébnek tituláltársatási alaprajzra van rávetítve. Ami látszik, hogy minden mindentől azért eléggé jól csúszik, elfdeformálódik, és valami sehogy nem stimmel. Ez azért természetesen azért van, mert a mai GPS-es technikával fölmért épületekhez képest azért a 17. századi hadmérnöki technológia egyértelműen mégsem pont ugyanazt a pontosságot hozza, tehát valamilyen csúszásunk mindig van, már egy ekkora felületen. Ha mondjuk azt, hogy az északi végét illesztem, a déli mászik el, ha a délit, akkor az északi, de mondjuk fele ekkora területen már azért egész jól használható. Mégis azért hagytam így egybe, hogy valamennyire azért érzékelhetőek legyenek, hogy mit találtunk. Amit nagyon fixen tudunk, az Gerő Győző által feltárt törökkori fürdő, ami egyértelmű írásos adatokból tudjuk, hogy a pasáé. Kérdés erről nincs. Amit őt megtalált, hogy van itt egy kapubejáró, ami nagyon szépen illeszkedik az egykori utca vonalához, és valahol ezen a vidéken ő talált egy olyan úgynevezett kettős falat, tehát egymás mellé két fal van építve, ami akkor szokott előfordulni, ha telek határon vagyunk, tehát mindenki a maga irányából megépíti a maga házát. Úgyhogy ez az, ami miatt északról le lehet határolni ezt a területet. Ami miatt itt nagyon szépen látszik ez a déli határolóvonal, és az ásatások előtt nem igazán tudtunk mit kezdeni a templom és a két vonal közötti területtel, hogy ezt most hova is soroljuk. Most már egyértelmű, hogy ez még a török korban is inkább a magához, a templomhoz, vagy a dzsámihoz kapcsolódhatott. Itt mi beépítést nem találtunk, csak a középkori temetőt, és a középkori temető fölött igazából a török korban sem volt olyan nagyobb hát építkezésre, illetve megtelepedésre utaló nyom, mint ami mondjuk ezen a vidéken azért nagyon hangsúlyosan megjelent. Amit még a palotáról elmondanék, hogy van itt ez a bástya-szerű rész. Már Gerő Győző megtalált egy utat, ami hát ide vezet. Aztán ő azt nem tudhatta, mert csak egy kutatóárkot nyitott, hogy ez itt már nem út, hanem az egész területen elterjedő, hát mondjuk úgy, szétterjedő járófelület, ez pedig a pasának a kertje volt. És maga ez a palota. Itt látnak ilyen lekövezett területeket, ezt a palotát is úgy kell elképzelni, mint hát kicsiben mondjuk a Topkapi palotát, tehát hogy több udvara van, több kisebb épület áll rajta, az egyik ilyen kisebb épület a fürdő, itt van egy udvar, a nagy palotaszárny, ami az Árpád-kori városfalra van ráültetve, és mondjuk egy 16. századi főúri palota átalakításából keretkezik, mert a Szapolyai palota volt ezen a területen korábban, tehát nem véletlen van itt maga ez a palota, és több helyen Gerő Győzőnek sikerült lekövezett felületeket, illetve épületmaradványokat föltárni. Látszik, hogy ehhez képest mi alapvetően nagyon kis helyen tudtunk ásatásokat végezni, ez az ellalak, mert ide egy gépészeti folyosó készült magában a kertben, amiről kiderült, hogy a kert. És hát ezen a külső részen igazából csak egy nagy csatornázáshoz kapcsolódóan, meg egy mondjuk itt ezen a részen tudtunk még mélyíteni. Tehát az ő ásatásaihoz képest mondjuk kiegészíteni tudjuk az adatait. De ebből is kiderült, hogy valószínű ez az a rész, amit a nagy udvarként azonosíthatunk, ahova a fogadások során beérkeztek a követségek a pasának a palotájába, és ezek a területek, amiket nem jelölnek, már igazából a belsőbb részekhez tartoznak. Ami, és ez most egy kicsit akkor ábrázol, tehát kékkel jelölve maga az a rész, ami a palota lehetett, itt egy kicsit korrigálva a csúszást, és hát a valós felmérési adatokhoz igazítva valahogy így nézhetett ki a palotának a palota által elfoglalt rész. És akkor közelebbről is egy kicsit.
Ami viszont most bekeretezésre került, itt föltártunk egy, hát én nem is tudom, minek tudjam ezt igazából titulálni. Ez egy nagyon érdekes kis lény volt, ami Mázlinkra egy idő után a Kincsesbánya néven futott az ásatáson, mert hogy így kerültek elő a leletek, tehát látszik, hogy eléggé épen, eléggé sokan és eléggé egymás egyén hátán. Ez itt egy ibrik, na ebből is ötöt legúzott már össze a restaurátorunk. Ezek nem szoktak megmaradni az ásatásokon, tehát nem szoktak felszínre kerülni, hát ilyen állapotban meg pláne nem. Úgyhogy mindenképpen egy nagyon érdekes lény. A maga a leletanyag tényleg olyan szempontból bámulatos, hogy mondjuk ezekből a nagyon konvers korsókból is van 25 körülbelül, most úgy nagyjából ebből a kicsitől a nagyanyját mindenféle, és tavaly a kiállításunkon látszott az egyikben egy hajó van bekarcolva, tehát valami nyalánkság valahogy mindegyiken van. Hogy igazából minek gondoljam, valami pince lehetett, viszont csak földbe vált, tehát nincsen épített oldala. Annyi még elképzelhető, mivel látszik, hogy ezek azért nem az alján vannak lent, tehát nem, és kevésbé nem találtunk olyan szerkezetet, hogy valami leborult volna, és magasabban is kerültek felszínre ilyen épedények. Tehát elképzelhető, hogy valamennyi része azért fölülről borult le. És ami biztos, a datálása is ennek az objektumnak, mert hogy a tetejéről, a betöltés tetejéről 17. századi aranyérmek kerültek felszínre, így néz ki kibontás után. És hát ilyen jellegű aranyérmek. A Ferdinánd az 1530-as, de gyakorlatilag a velencei aranydukátok azok mind erre a 17. század végére, összesen 6 darab, keltezik ezt az objektumot. Tehát egyértelműen úgy tekinthetjük, hogy a visszafoglaló háborúk során leégett, becakadt, és minden, ami ott volt, talán kicsit följebb az oda alulra lezuhant, és megőrizte egyben a pasának, és itt mondjuk a régész beérkezik abban nagyon jó pofa állapotban, hogy végre tudom, hogy kinek az az anyaga, amivel egyáltalán foglalkozom, nem teljesen egy no-name anyag, a hozzátartozó edényeket, de a késtől az ibrikeken át tényleg minden. Kínai porcelán nem egy, nem kettő volt benne. Úgyhogy egy nagyon érdekes leletanyag. Úgyhogy ő az egyik olyan edény, ami szintén az érdekesség kategória, mert szintén nem a mindennapi, bármikor előkerülő régészeti darab. Másrészt nagyjából épp volt, tehát ez egy restaurálás utáni állapot, de nagyon nagy része mondjuk minimális kiegészítést igényelt. És ez az a, én úgy gondolom, tároló edény, aminek igazából nagyjából keresem a párhuzamait. Vannak ötleteim, hogy körülbelül mit lehet róla tudni és merre elmondani, ezt szeretném most megosztani. Ennek az érdekessége, hogyha valaki elmegy a Nemzeti Múzeumba, hát nem teljesen Iker testvére, de mindenképpen a kis testvére ott van az állandó kiállításban, mert hogy a Gerőgyőző ásatásán ugyaninnen a Pasapalotából már egy ilyen előkerült. Én megnézve Gerőgyőzőnek a korábbi ásatásait, hát tucat számra vannak ilyesmi darabok. Kisebbek, nagyobbak, de csak ekkorák, tehát ez a normális, általában azért ilyen méretűek szoktak előkerülni, vannak festettek, vannak kicsit másforma világúak, de valami hasonló társaság. És alapvetően nem jellemző, hogy mondjuk Budán kívül ez a törökkori leletanyagban viszonylag nagy számban előkerül, de hát ha Egerben is most, hogyha jönnek a porcelánok valami hasonló be, becsúszik, akkor megtudjuk. Maga ez a máz is ugye egy kicsit érdekes darab, és mondjuk az, hogy nem a mindennapi kategória, általában zöldek, sárgák, barnák szoktak lenni, és ez a kékes szín azért kékes, zöldes, ilyen türkizes viszonylag ritka. Ahogy én elkezdtem utána nézegetni, már nagyon-nagyon korán ugye az iszlámban megjelenik ez a szín, vagy ez a ehhez hasonló szín, ez egy inkább egy kicsit kékes. Mindenféle típusú edényen, tehát ugye ezek nem ilyen nagyméretű tároló edények. A formavilág meg megint viszonylag hamar megjelenik, vagy létezik, ez mégis egy teljesen korrekt dolog, olyan, amiben lehet tárolni dolgokat. És ahogy így olvasgattam körülbelül ebben az időszakban, ezt mondjuk ilyen aszalgyümölcsök tárolására, szállítására használták nagyjából ezeket a nagyobb méretű tároló edényeket.
És az egyetlen nagyobb gondom ezzel a történettel, hogy mondjuk nagyon, bocsánat, a szíriai edényekhez roppantul hasonlít, és nagyon sok hasonló, akár türkizmázas, akár hasonló jellegű edény kerül elő Szíriában. Viszont ebben az időszakban nem jellemző ott az ilyen típusú edények gyártása. A 15. században Rakkában, ami egy nagy kerámia központ, véget ér a kerámia készítés, utána Damaszkuszba áttevődik, de a 17. században igazából leáldozóban van a dolog. Ahol a 17. században újra föl lendül, az Iránban, a Kirmán területén vagy környékén elkezdenek igazából kínai porcelánokat utánozni nagyon nagy mennyiségben, és iszonyúan jó minőségben, tehát viszonylag nehéz megkülönböztetni őket. De emellett mindenféle egyéb formavilág is megjelenik, és mázakat is használnak. Több köztük, ja itt egy szíria, bocsánat, a szíriai példa, tehát hogy miért gondolom, hogy azért ez a szíriai irány sem teljesen egy ilyen, tehát nagyon általános, vagy viszonylag gyakran megjelenő forma ott is. Látjuk ezeket a kannelúrázott, tehát ilyen kicsit behúzott mintákat. Maga a nyaka az az, ami nem úgy néz ki, és hát igazából a már az alja egy kicsit keskenyebb a miénknek, de úgy formavilágában azért mégis hasonló. Itt a más színe az, ami azért még eléggé távol áll egymástól. Viszont Iránban a szeladont is utánozzák lelkesen, tehát hogy a szeladon az az, ami ilyen kicsit zöldesebb színű. A budai anyagnak látszik, hogy nem fehér, de nem is vörös az anyaga, ilyen rózsaszínes. És valami iszonyúan nehéz az edény, ilyen 3 kilós, tehát roppantul vastag maga a talpa is, meg az oldalfala is, tehát nem egy díszkerámiának készült, mondjuk, mint a szeladon, aminek azért egészen más a funkciója. Tehát ez a tároló edény, amit a szíriai anyagnál a korábbi időszakban lehet olvasni, az valószínű, mint funkció ennél abszolút erre gondolhatunk. Viszont továbbra is egyre gyanúsabb, hogy azért Irán területe az, ami ahonnan származhat ez az edény. Ami ezt talán egy kicsit megint még elbizonytalanít, mert bevallom, pont ilyet még mindig nem találtam, tehát hogyha sikerül pont ilyet találni, akkor nyugszom meg, hogy akkor honnan is származik. Hogy az utolsó budai pasa, akihez ugye ez a leletanyag tartozik, ő előtte egyrészt Egyiptomban, másrészt Damaszkuszban teljesített szolgálatot. Tehát alapvetően pont azon a vidéken, ahol ennek a tájtípusnak a gyártása a korábbi időszakban nagyon-nagyon jellemző volt. Ugyanakkor a szafavidákkal pont a 17. században azért már nagyjából, hát nem a háború a jellemző, tehát igazából a kereskedelmi kapcsolatok életben vannak. Úgyhogy az, hogy Irán területéről érkezzen ez a tárolóedény, benne természetesen, igazából nem a tárolóedényt hozzák, hanem a benne lévő dolgokat, tehát mondjuk azt az aszalt, bármilyen gyümölcsöt, az is ugyanakkor nyugodtan elképzelhető. De bevallom őszintén, hogy ezzel még igazából adós vagyok, hogy pontosan melyik. Én még mindig inkább az ásatási tehát kevés az ásatási, jó feltárt ásatás, aminek az anyaga publikálva van Irán területéről. Alapvetően a gyűjteményi anyagot az az, ami jobban elérhető. Úgyhogy lehet, hogy ezzel még egy kicsit várnunk kell, mire talán pont a párhuzamot meg lehet találni. Most csak itt egy kicsit, hogy akkor melyek azok a vidékek, ahonnan a kerámia. Elcsúsztak? Ha-ha-ha-ha, nagyon jó. Szóval ez a nyílez ide akart mutatni, mert Kirman itt van, ahonnan az ilyen edényeket gyártják, és hát Damaszkuszra is, vagy Rakkára is Damaszkuszra, meg valamint Egyiptomra. Valahogy átvariálta itt az két program egymást. Úgyhogy, de mindenképpen valami, vagy a Közel-Kelet, vagy ez a szafavida terület az, ahonnan ez az edény származhat. Köszönöm a figyelmet!